Sziasztok! Megjöttünk első állomásunkra, Mecsek-Nádasdra, ahol a Schlossberg kastély, várkastély, templomromot nézzük meg. Majd megpróbálom egy kicsit felküldeni a madárkát is. Fogjátok látni, milyen szép ez az egész templomrom. Szerencsére az eső az most elállt, úgyhogy szuper idő van. Mecsek-Nádasd. Az ásatás során először egy háromhajós 14. századi templomot, az előtte álló négyzetes alaprajzú tornyot és az együttest befoglaló körítőfal maradványait tárták fel. Megállapították, hogy a 14. századi templom padlószintje alatt és a déli mellékhajó keleti végén kívül egy nagyobb méretű 11-12. Századi épület állt, talán vár. Alaprajzát a későbbi középkori és török időkben történt átépítések miatt pontosan nem lehet megállapítani. A nyolcszög három oldalával záródó szentélyű templom falait támpillérek erősítették, bejárata pedig a nyugati homlokzat tengelyében volt, a sekrestye az északi oldalon csatlakozott a szentélyhez. Sziasztok! Megjöttünk Pécsváradra, ami Mecsek-Nádasdól egy 15 kilométerre volt. Itt láthatjátok háttérben a pécsváradi várat. Ez most jelen pillanatban múzeum és szállodaként üzemel. Egy kis történetet majd fogok nektek mondani. Most nézzük a pécsváradi várat. Pécsvárad. Bár ezt a helyet a pécsváradi vár néven ismerjük, az elnevezés félrevezető, mert ez az épületegyüttes soha nem volt hadi értelemben vett vár.
Voltak falai, bástyái, de azok feladata a bennélők védelme volt az esetleges rablótámadások ellen. Komoly ostrom kiállására nem voltak alkalmasak, arra a fennállása alatt nem is került sor. Egy erődített hajdani szerzetesi monostor ez, melyet Szent István király alapított 998-ban, Koppány legyőzése után. Az itt álló kiépületet, amely Giza fejedelmi udvarháza volt, István Asztriknak adta, hogy benne Benedek rendi, ahogy nálunk nevezik, bencés szerzetesek számára létesítsen otthont. A pécsváradi monostor a második bencés rendház volt Magyarországon. Az elsőt, a Pannonhalmit még Géza fejedelem alapította 996-ban. A monostor alapítás céljait a déli végeken kettős lehetett, elsősorban a keresztény hit terjesztése, a környék pogány lakosságának megtérítése volt a szerzetesek feladata. A monostor a kezdetektől folyamatosan bővült, szépült. Az eredeti épületre egy 1157-es tűzvész után emeletet húztak, megépült az északi oldalon a bejárat barbakán bástyával, melynek egy szegmense még látható bejárat előtt, farkasveremmel, felvonóhiddal. A monostor életének a török hódítás vetett véget. A Mohácsi csata 1526 után 1539-ben a szerzetesek elmenekültek Pécsváradról. A magára hagyott épületegyüttest, bár falakkal rendelkezett, az akkori hadvezetés nem tartotta megvédhetőnek a török haderővel szemben, ezért a katonák az épületeket és a falakat megrongálták, hogy a török ne használhassa, és visszavonultak. A török elvonulása után 1686 a bencei szerzetesek nem jöttek vissza pécsváradi monostorukba. Az apátság elnéptelenedett, birtokait a 18. század elején németekkel telepítették be. A monostor kerítőfalait felépítették, és a birtok intézősége számára az északkeleti sarokban két földszintes épületet emeltek. Akkor nyitották a nagy kaput, ami most a szálloda bejáratául szolgál, rajta az évszám 1729. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videóm, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha a csatornatag szeretnél lenni, nyomj rá a csatlakozás gombra. Itt exkluzív, a filmből kimaradt és egyedi tartalmakat is megnézhetsz. Ha támogatnád a munkám, a videó alatt találod a köszönet gombot, ha nem találod, a három pöttyre klikk, ezzel alkalmanként is ki tudod fejezni a véleményed. Előre is nagyon köszönöm, ha segíted a munkám. Továbbá lehetőséged van még támogatni a csatornám, illetve a munkám itt is, patreon.com/pacsiprodukció, illetve paypal.com/paypalme/pacsiprodukció. Előre is köszönöm szépen, sziasztok!